nagyon örülök, hogy nyertünk, hogy hozzá tudtam járulni a csapat teljesítményező góllal, egy gólpasszal is. Örülök a játékpercímnek is, és tényleg az, hogy viszonylag simán lehoztuk a mérkőzést. Két évvel ezelőtt is találkoztunk a DVSC-vel a Magyar Kupában, nyilván akkor is alul maradtunk. Mostanában már hozzászoktunk, ráadásul amikor MB2-ben volt mind a két csapat, akkor is játszottunk mérkőzéseket, tehát nem, majdnem azt mondom, hogy majdnem minden hétvégén a Lokival kell játszani, de hát erről most szó sincs. Összességében a mérkőzése kapcsolatban elégedettek lehetünk, hiszen nagyon sok játékosunk hiányzott a mai mérkőzésről. Nyilván vannak, akik már vissza tudnak jönni talán a hétvégére, azoknak adtunk itt a végén lehetőséget, hogy kicsit játékba lendüljenek. Tudtuk, hogy mi vár ránk ezen a mai mérkőzésen, próbáltunk alkalmazkodni a DVSC játékához, helyenként sikerült is, de nyilván itt a figyelmetlenség miatt, meg az, amikor már fáradnak a játékosok, akkor benne van a hiba, de összességében ebbe az összeállításba is jól küzdöttünk, megpróbáltunk helytállni. Ez talán sikerült, talán nem. El kell felejteni ezt a mérkőzést, és készülni kell a hétvégi bajnoki meccsre. Az mennyire volt különleges számotokra, hogy éppen a Deac ellen játszottatok városi derbit? Igen, debreceni derbi volt. Szerintem ez mindig egy érdekesnek bizonyuló mérkőzés Debrecenben, két debreceni csapat csap össze. Úgyhogy örülök, hogy nyertünk és dominálni tudtunk. És azt meg lehet szokni, amikor az ellenfél szurkolótábor a legendájáról nem megfeledkezve nevét harsogja meccs közben? Látom, hogy meg is tapsoltad őket olyankor. Hát igen, azt mindig elmondom, hogy nagyon jó érzés, hogy ennyi idő után is gondolnak rám az emberek, a szurkolók itt Debrecenben, és nyilván viszonozni kellett a tapsot, hogyha ők is megtapsoltak, akkor egyértelmű volt, hogy én sem fogom ezt kihagyni. Természetesen jól esik, nagyon jó érzés volt, nagyon jó szurkolást és nagyon jó mérkőzéseket kívánok még a srácoknak, a szurkolótábornak a bajnoki mérkőzésekhez. És hogyha már a kupába ők jutottak tovább, akkor azt kívánom nekik, hogy nyerjék is meg. Mondtad, hogy amikor a Fradi ellen debütáltál az NB1-ben, hogy gyermekkori álmod vált valóra. Most kipipálhatsz egy újabbat azzal, hogy már gólod is van a Debrecenben? Igen, kijelenthetjük. És miben bízol, hogy ezután több játék lehetőség is hárulhat rád, többet is kaphat? Remélem, hogy sikerült bizonyítanom, és látta az edző, hogy adhat lehetőséget nekem, amivel élni tudok. És akkor mondtad, hogy el kell felejteni ezt a meccset, folytatódik a bajnokság, ott mik a célok? Hát most jelen pillanatban olyan céljaink vannak, hogy egyáltalán 11 felnőtt játékos ki tudjunk állítani a mérkőzésre. Azért is váltottunk már itt a végén, tervbe volt, teljesen mindegy, hogy mi az eredmény. Azokat a játékosokat próbáljuk visszahozni, akikkel előre léphetünk, akár támadásba, akár védekezésbe is, mert ez mostanában nem nagyon adatott meg nekünk a bajnokságba, és ennyi nyilván megpróbálunk minden több mérkőzést megnyerni.